Idén 12. alkalommal rendezték meg a Budapest és környéke párbajtőr diákbajnokságot, melynek keretében tehetséges gyermekek mérték össze tudásukat április 27-e és 28-a között a Diadaluti Általános Iskolában. A sporteseményen ez alkalommal is különböző korcsoportokban, illetve A és B, vagyis leigazolt és még nem leigazolt kategóriákban indulhattak a tanulók, akik Budapestről, Debrecenből, Paksról, valamint Szekszárdról is érkeztek. Az esemény dr. Bakos András alpolgármester nyitotta meg, és amint az beszédében kiemelte, a városvezetés fontosnak tartja, hogy olyan nemes, évszázados hagyományokra visszatekintő sportot is űzhessenek a fiatalok, mint a vívás. Több mint egy évtizedes hagyománya van annak, hogy itt Rákos Csaba Újtelepen a Diadaluti Általános Iskolába kerül megrendezésre ez a verseny. A Diadalsúli vezetése, Rákosmente önkormányzata és a helyi civilek a Rákos Csaba Újtelepért Egyesület támogatásával indult el ez az esemény, és sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy most 12. alkalommal rendezhetjük meg. Önkormányzatunk most is támogatja és támogatni fogja ezt a rendezvényt. A vívó bajnokság évről évre nagyobb versenyzői létszám mellett zajlik. Rafai Gábor, intézményvezető elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a sportesemény nagy népszerűségnek örvend, valamint elismerését fejezte ki a szakedző Budai István szakmai tevékenységével kapcsolatban. Büszkén mondhatom el, hogy a legmagasabb részvevői létszámmal nyitotta meg dr. Bakos András alpolgármester úr a versenyt. Hát a 12 év fokról fokra erősödött a verseny. Emlékszünk még a nagyon kezdetekre, akkor kapott a nevét a versenyző Budapest és környéke, mert nagyon szerények voltunk, hogy az első próbálkozásnál a fővárosi egyesületek mellett az agglomeráció sportolói jelentek meg, köszönhetően annak, hogy budai tanár úr szakedzői munkáját nagyon megbecsülik a kollégái. Budai István kitért rá, ezt a sportot érdemes 9-10 éves korban elkezdeni. Fontos továbbá mentálisan és fizikailag is felkészültnek lenni egy-egy megmérettetés előtt. Továbbá kiemelte, a mostani egy nagyon jó lehetőség a még le nem igazolt versenyzők számára, hiszen így ők is képet kaphatnak az eredményességük aktuális mértékéről. A Diákolimpián is szerephez jutnak azok a versenyzők, akik az egyesületbe ugyan járnak, de még nincsenek leigazolva, illetve kevesebbet edzenek, mint akik a profi szinten szeretnék elérni. Nekik általában ilyen lehetőségük kevés van, csak a Diákolimpia, és ezért lett ez a verseny így rétlehozva, mert itt az iskolában is, akik vannak gyermekek, gyakorlatilag az a csoport, az ketté oszlik erre a kettőre. Valaki nem szeretne többet vállalni, csak heti egyszer-kétszer jár le, valaki viszont van, úgyhogy heti ötször. És így lehetőséget biztosítunk a B kategóriásba is egy megmérettetésre. A legjobbaknak szánt díjakat Halász Dezső, Rákos Csaba Újtelep önkormányzati képviselője adta át az érintetteknek. Köszönetét fejezte ki továbbá az intézmény igazgatója felé, hogy évről évre otthont biztosít a diákbajnokságnak és segít a szervezésében. Amint arra rávilágított, a vívásnak csak úgy, mint minden mozgásformának számos a jótékony hatása a gyermekekre nézve. Kitartás, szorgalom, türelem, stb. Tehát nagyon sokat, amit talán most még föl sem tudnak fogni, de arra ösztönözném őket, hogyha majd ezt leüllepszik bennük, és eltelik 10-20 év, és rájönnek arra, hogy mennyi értéket kaptak, akkor majd ezt köszönjék meg a szüleiknek. A megmérettetésen jól teljesítettek mind a Diadaluti Általános Iskola, mind pedig a 17. kerület egyéb oktatási intézményeinek diákjai. Tóth Benedek, a házigazda tanintézet 7. osztályos tanulója évek óta szép eredményeket ér el, ezen a versenyen B kategóriában a 6. helyen végzett, és amennyiben lehetősége lesz rá, felnőttként is szeretné folytatni a vívást, hiszen meglátása szerint az nem csupán egy ideális mozgásforma, de a közösségépítő ereje is nagy. Vívni ugye az iskolában kezdtem el, olyan 5. korom óta vívok, és amikor először kipróbáltam, nagyon megszerettem, és ugye bár szerencsére az iskolában nagyon jók erre a lehetőségek. A vívásban azt szeretem, hogy igazából egy olyan sport, ahol az agyadat is kell nagyon használni, nem csak az izmaid, azt nyilván kell hozzá testi erőnlét nagyon sok, viszont ugyanakkor nem csak ez, és ezt nagyon szeretem benne. A párbajtőr bajnokság április 28-án folytatódott.
A kétnapos megmérettetés során több mint 350 jelentkező mérettette meg magát versenyszituációban.